Színes, eladókkal és vásárlókkal teli volt szerda reggel is a nyíregyházi búzatéri piac. Az alapélelmiszernek számító burgonyát ma is sokan keresték. Azonban szinte senki nem hallott még az új rendeletről, amely szabályozza, hogy milyen étkezési burgonyát lehet eladni. A krumplin nem lehet folt, elszíneződés, úgy fogalmaz a rendelet, hogy súlyos torzulás sem. A méretet is szabályozzák, a legkisebb gumó nem eshet át a 35 mm-szer 35 mm négyzetes rostán, új burgonya esetén pedig a 28 mm-szer 28 mm-es rostán. Nem hallottam semmit, nem tudok róla semmit még eddig. Ez mi rajtunk áll? Nem. Úgyis odafent fogják eldönteni, hogy miért árulhatunk, milyen méretbe hozhatjuk, milyen fajtát, hogy kell rendszerezni. Ennek van egy olyan hatóság, aki megállapítja, és mi azt csináljuk, amit kell. A piacokon jócskán akad olyan zöldség és gyümölcs, amit megtépázott a tavaszi fagy, a rossz idő az uborkát is érintette, ám vannak szerencsés termesztők, eladók. Nekünk annyira nem érintette, mert nekünk palánta volt, takartuk fátyófóliával, mi nem fűtünk a fóliába, de most már végül is jó idő van rá, mondjuk ez a nagy szárazság nem igazán jó, de nagyon szép, jó a termés. Én meg vagyok elégedve az árral is, még nincs nagyon lent a béka fenekén, úgyhogy még most érdemes megdolgozni érte. 150-200 forint körül lehet vásárolni egy kiló uborkát, persze az ár attól is függ, hogy mekkora és milyen küllemű állagú. Sokan keresik a piacokon a medgyet is, a tavaszi fagyok és a közelmúlt viharos időjárása nem tett jót a gyümölcsnek, várhatóan kevesebb lesz a termés, mint tavaly. A vevőknek viszont jó hír, hogy a medgy egyre alacsonyabb áron vásárolható. A megynek évről évre nagyon nyomott ára van. Még a hét elején 150 forintért vették át az átvevők a megyet, most néztem éppen már két napja 140 forint lett. Szára nélkül szedve, amilyen száraz idő volt, nem nagyon lettek szépek a megyek, és nem mindegyiket veszik nyilván át. Megvan ott is határozva, hogy milyen nagyságú legyen. Nagyon sok megy nem éri el azt a formáját, úgyhogy nem tudnak vele mit csinálni a termelők. A piacokon 200 forint körül kínálják a megy kilóját, a vevők ezt megfelelőnek találják. Ráadásul jó hír a vásárlóknak, hogy egyre több a hazai idény áru. Az utóbbi időszakban egyre nagyobb az őstermelők aránya a piacon, ez körülbelül 70-30%-ra tehető, illetve a vevők segítségére készítettünk minden őstermelőnek egy táblát, amiről könnyebben tudnak tájékozódni, illetve tudják, hogy hol található magyar hazai termék. Az őstermelői tábla így néz ki. Amennyiben ilyen táblával rendelkezőtől vásárol valaki, az biztos, hogy hazait kap, például barackból is, hiszen egyre több standnál lehet már ezt a gyümölcsöt is vásárolni. Van, ahol 450 forintért adják kilóját, de akad olyan is, ahol 600 forintért lehet válogatni a barackból.